Reneszánszát éli a befőtt készítés, lekvárfőzés. Egyre több háziasszony próbálkozik meg a befőzéssel. Az idén csak a szerencsésebbek tudnak barackot befőzni. Ez a sor 600 méter hosszan a Mária Aurélia. Ez a legkedvesebb fajta befőzés szempontjából. A háziasszonyok ezt nagyon szeretik, ez aránylag egy korai fajta. Ezen a fán, illetve hát itt végig a soron, egyenként ezeken a fákon átlag 5 láda barack szokott lenni. Most meg lehet számolni, hogy hány szem van rajta. Bár a sárga barac szezona vége fele jár, egyelőre nem lehet pontosan felmérni, mennyi termet. Az azonban biztos, a sok évi átlagnak 1/3-át érlelték az idén a sárga barackfák. A tavalyi óriási fagykár után reménykedtünk, és idén tavasszal hatalmas lelkesedéssel fogtunk bele a meccésbe, de április elején kezdődött a szokásos műsor, óriási fagykárunk volt, és úgy gondolom, hogy ezt nem csak mi éreztük meg, hanem itt a környéken minden termelő. Vannak olyan fák, ahol egy szembarack sincs. Hála Istennek azért nem 100%-ban fagyott el a termés, reménykedhetünk, hogy valami visszajön. Nyilván a kiadások óriásiak, tehát nem mondhatom azt, hogy bevétele lesz az aranyos barackosnak, de legalább a fákat szinten tudjuk tartani valamilyen módon. Térségünk jelentősebb barackosaiban nem ilyen szerencsés a helyzet. Ebben a barackosban 6 éréscsoport található, és a fákon, a fák állapotán is látszik, hogy melyik hogy sínylette meg a tavaszi fagykárt. A sárga barackból semmi nincs, tehát szó szerint egy szem sem maradt meg, illetve találtunk egy fát, ahol volt egyetlen egy szem sárga barack. A lapos barack a következő, ami érik, hát ott is óriási a fagykár, a termés 90%-a oda van, ami pedig a fán maradt, most az elmúlt 10 napban olyan viharos szél volt, hogy még csoda, hogy egyáltalán a fán van. A következő éréscsoport az őszi barack és a nektarin, itt is óriási volt a fagykárunk, körülbelül 80-90%, viszont az a kevés, ami a fán maradt, az jól érzi magát, kevesen vannak, jó nagyra fognak nőni, márha meg fognak nőni, hiszen az elmúlt egy hétben viharos volt az időjárás. Isteni szerencse, hogy nem kaptunk jeget. Ha bármilyen mértékű jégeső ilyen állapotban elkapja az ültetvényt, akkor egy szembarack sem fog itt megteremni. Reménykedünk, várjuk az esőt, mert öntözéssel nagyon nehezen megoldható, hogy megnőjenek a barackok, viszont félünk is, mert manapság az a divat, hogyha jön az eső, akkor sajnos az viharos erejű széllel és jéggel érkezik, ami szó szerint tönkre teszi az összes gyümölcsöt. Az erőteljes védekezés ellenére tavasszal teljesen elfagyott az alföldi ültetvény, és több mint 90%-os kárt szenvedett a családi gazdaság barackosai. Mivel lassan szedhetjük a gyümölcsöt, így nyilván érdeklődünk a nagybani felvásárlóknál, és nézzük a piaci árakat is. Én tudom, hogy a fogyasztóknak szörnyű, hogy ilyen drága a barack, de termelői oldalról nézve látjuk, hogy sajnos nagyon sokba kerül az előállítás, úgymond az előállítása a gyümölcsnek. Ha sikerül ezeket a fán lévő gyümölcsöket kinevelni, beérnek időre, akkor az valamelyest a termelőkön segít, ha marad ez a felvásárlási ár, de nyilván mi nem szeretnénk, ha ez a barack cefrébe kerülne, tehát mindenképp igazodni fogunk. Mi itt helyben szeretnénk értékesíteni a termést, és Isten igazából bízunk abban, hogy működik egy lokálpatrióta szemléletmód. A helyiek már várják a mi gyümölcsünket, mi pedig bízunk abban, hogy egy normális áron sikerül átvészelni az idei nehéz évet. És hát azt szokták mondani, hogy sok nehézség után a 2021-ben reménykedünk. De ez már tényleg az utolsó lehetőség, mert szerintem nem csak nekünk, más termelőnek is teljesen vége a tartaléknak.